Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy havi jóslás április hónapra a Kos jegyében születetteknél. Én is ide tartozom, mert én is a Kos jegyében születtem. Mi várható április hónapban? Április 1-én új hold van. Ez azt jelenti, húzódj vissza, meditálj valami felett, gondolkodj el azon, ki hogyan szeretné befolyásolni az életedet. Április 16-án teli hold van, itt egészségügyi témákról van szó, gyógyító erőről, vagy arról, hogy rendezed a dolgaidat. Április 30-án újra új hold lesz, az azt jelenti, húzódj vissza, gondolkodj el azon, hogyan folyamodnak az események, miben vagy kiben bízhatsz. Április 4-én Mars bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Mars bolygó jelentheti a te erődet, de jelenti a férfiakat is, és Szaturnusz bolygónál két lehetőség van. Vagy korlátoz, vagy segít abban, hogy kialakuljon valami. Április 12-én Jupiter bolygó és Neptun bolygó együtt hat. Ha párkapcsolatról van szó, akkor élheted az álmaidat, és Jupiter szerencsét hoz. A bírósági ügyről van szó, akkor jelenleg még valami átláthatatlan. Április 18-án Uránusz és Merkur bolygóhat együtt. Itt beszélgetésekről van szó, Uránusz bolygó hatása alatt lehetnek változások, vagy valami olyan hirtelen jön, amire nem számítottál. Április 27-én Vénusz és Neptun együtt hat, ez segít a művészetek területén, ami a szerelmet illeti, itt van egy elképzelés, egy álom, ez megvalósulhat. Április 30-án nap Finsternis van, ahol mindig kármikus témákról van szó. Ezen a napon Plutó bolygó megáll, utána visszafele halad, itt is a múltról, tehát kármikus témákról van szó. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit mutatnak a kártyák, megemlíteném, hogy ez a havi jóslás mindig megrendelhető nálam. A díjam 3500 forint, akkor az személyes és rád vonatkozik. A sarokkártyáknak mindig van egy fontos jelentősége. Különösen az első kártyának, hiszen az utal a havi témára. Itt megjelenik a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Itt alatta vannak a halak, az jelenti az anyagiakat, ez lehet egy nyeremény, vagy javul az anyagi helyzet. Amennyiben egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és amennyiben egy férfi vagy, akkor itt vagy a képen. A fölötted lévő kártya, vagy a fölötte lévő kártya utal a te gondolataidra, az ő gondolataidra. Nálad itt van a hold, az jelenti az anyai érzelmeket, de általánosságban uralkodik a hold az érzelmek felett. Itt megvannak a vágyak, a remények, az elképzelések, és kapsz valamit, mégpedig pénzt és egy jó hírt, hiszen a levél, amit kapsz, és itt van a szerencse, tehát itt egy jó hírről van szó, vagy egy előnyös szerződésről. Ami az ő gondolatait illeti, itt megjelenik a levél, tehát itt is egy hírről van szó, vagy egy szerződésről. Előttetek van a hal, illetve a halak,
és azok jelentik az anyagiakat, de jelentik a belső értékeket is. Te vagy értékes számára, ő értékes számodra, itt mély érzelmekről van szó, és ez ad számotokra életerőt, amire ez a jeges medve utal. A következő sarok kártyán látható ez a kígyó, ez jelentheti a gyógyító erőt. Itt van egy vonalban vele ez a könyv, az jelentheti ezt a tudást, ezt a bölcsességet, és itt lehet egy szerződés. A könyv utalhat tovább tanulásra is. A kígyó jelent mellékutakat, hogy mellékutakon fogsz egy hírt kapni. Lehet, hogy nem ő mondja ezt direkt neked, hanem mások által fogod ezt megtudni, de ez a hír számodra előnyös, hiszen itt van a szerencse. Amit a könyv még jelenthet, tudás, de a zárkózottság is, a szerelmi élet területén, hiszen itt van a szerelem a könyv mellett. De ez a zárkózottság elmúlik, hiszen a koporsó ezt lezárja, és itt van hozzá a remény, amit ez a kártya jelent. Ez a kép utalhat utazásokra is, külföldi kapcsolatokra, és itt a tudásnál akkor lehet egy idegen nyelv tanulása is. De ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat, egy lelki út. A kígyó jelenthet egy nőt is, de itt van a nap és a kapcsolat, tehát jó indulattal közeledik hozzád, mivel megjelenik itt a ház és szimbolizálja az otthonodat, az lehet, hogy itt lesz egy látogatás, és ez a nő meglátogat téged. A gyűrű az jelent kapcsolatokat, vagy valami, vagy valaki, aki visszatér hozzád. Itt a nap jelenti a sikereket, azt is, hogy láthatóvá tesz valamit, megvilágít valamit. A következő sarok kártyán láthatóak a gólyák, és utalnak változásokra. Persze lehet egy kisbaba születése is, hiszen a gyermek itt egy vonalban van a gólyákkal. Mi változik? A kártyavetésnél azt szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek eltávolítanak valamit vagy valakit a környezetedben. Ez lehet egy költözködés is, vagy valaki visszahúzódik, nincs olyan kapcsolat, holott itt látható egy látogatás a hölgy részéről, de vannak más kapcsolatok is, ami most befejeződik. Amit az egerek és ez a kasza, illetve sarló eltávolít április végén, ez az ostor és a ravasz róka. Ahol az ostor megjelenik, az fáj, mert valaki megbántott téged, vagy neked van lelkiismeret furdalásod, és ez fáj neked. Itt van a háttérben a ravasság, a hazugságok, az lehet a munkahelyen is, hiszen itt van ez a kártya, a horgony, és a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást, tehát munkahelyi kapcsolatok, ahol valaki megbántott, megsértett téged. Ez április végén elmúlik, hiszen a kasza elvágja az ostort és a ravasz rókát. Itt lesznek változások, meg lesz a könnyűség, egy új kezdet. A madarak utalnak a kommunikációra is. És ez a virágcsokor jelentheti május hónapot, az lehet, hogy az elhúzódik még május hónapig, amíg itt változások lesznek. Amit a virágcsokor még jelent, a te nőiességed, szépséged, egy kreatív tevékenység,
egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, és ezáltal változnak itt a dolgok. A következő sarok kártyán láthatóak az utak, és azok jelentik a döntéseket. Amikor elgondolkodsz azon, melyik irány lenne fontos. Nem csak az utak jelentik ezeket a fontos döntéseket áprilisban, hanem ez a kereszt szintén erre utal. Hiszen eléritek az élet utatokon ezt a kereszteződést, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, itt lesz mozgás. Holott április elején vannak még itt nehézségek, valami még átláthatatlan, erre utalnak a felhők, de ez a sarló elvágja a felhőket, és itt van ez a virág, ami utal a tisztaságra, utal arra is, hogy itt tisztázódik valami. Mindketten, te is, ő is, keresitek a helyeteket az életben, ahol le tudtok gyökerezni. Itt van a horgony, azt is jelentheti, ahol le tudtok horgonyozni. De a horgony jelenti gyakran a munkát, a hivatást, ez lehet egy munkahelyi változás, ahol úgy érzitek magatokat, igen, itt le tudok gyökerezni, ez a mozgás. Itt április elején még valami átláthatatlan, de április végéig itt tisztázódik valami. Visszatérve a keresztre. Ez utal kármikus kapcsolatokra is, amikor a sors utatok kereszteződik, ugyanúgy, ahogy itt a csillagképekben is meg van írva. És a toronynak is van itt egy jelentősége. Amennyiben érzelmekről van szó, mint például félelmek, akkor ez a torony olyan, mint egy labirintus, és keresitek a kiutat, egy megoldást. De itt lesz javulás, hiszen a fa jelenti a gyógyító erőt is. Amit a torony még jelenthet, hivatalos dolgokat, vagy bírósági ügyet, de itt is lesz mozgás, lesz kiút, itt lesznek döntések, ami szerencsét hoz, és a kutya azt jelenti, hogy olyan barátságosan kezelik majd a dolgokat. Ha megtekintem itt ezt a férfit, akkor ő egy sorban áll a koporsóval, a házzal és ezzel a levéllel, ami jelenthet egy örökösödési ügyet a családban, és a levél jelentheti ezt a dokumentumot. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét április hónapban itt látható. Szerencséd lesz. Jön egy jó hír, megkapod az elismerést, itt vannak hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, itt döntésekről lesz szó, ami szerencsét hoz, és ez a döntés, ez az új irány, egy jó irányt jelent számodra. Második hét, április hónapban itt látható. Ti közel álltok egymáshoz. Ez a férfi feléd tekint. Itt megvannak a belső értékek, ami mindkettőtöknek erőt ad. Szerencse az anyagiakat illetően, ez lehet nyeremény. A múltban, a téli hónapokban voltak még nehézségek, korlátozások, de ez elmúlik, mert a koporsó mindezt lezárja. Itt van a gyógyító erő, előre mennek a dolgok. Valami még átláthatatlan, de hamarosan ez a sarló eltávolítja a felhőt, és kitisztul valami. Harmadik hét, április hónapban itt látható. A szerelem áll a középpontban. Ez lehet egy kármikus kapcsolat, egy régi szerelem. Itt vannak még a titkok, de megvan a remény arra, hogy itt legyen egy utazás, vagy egy belső út. Nem csak a szerelem fontos, hanem a munka és a hivatás. A munkahelyen ott
ebben a környezetben vannak a hamisságok, valaki megbántott téged. Ez elmúlik, a sarló ezt eltávolítja, és itt kinyílik számodra egy új ajtó, egy új lehetőség, és ez lehet egy munkahelyi változás. Utolsó hét, április hónapban, itt alul látható. Itt van a gyógyító erő, a megújulások. Ez a gyógyulás lehet a te tudásod, bölcsességed is, vagy jelentheti ez a könyv a tovább tanulást. Ez a kígyó lehet egy hölgy, jó szándékokkal közeledik hozzád, keresi a kapcsolatot, itt megvan ez a kisugárzás, ez az energiamező, és lesz egy látogatás. Valami változik a családot illetően, vagy az otthonodat illetően, hiszen az egerek valamit itt eltávolítanak, és lesz egy új kezdet, vagy megszépíted az otthonodat, hiszen ez a virágcsokor jelentheti a szépséget is, és itt van a ház, tehát valamit eltávolítasz az otthonodból, és megszépítesz valamit. Ez az új kezdet eltarthat május hónapig, ahol fontos beszélgetések lesznek, és a gólyák utalnak a változásokra, a kisfiú és a gólyák jelenthetik egy kisbaba születését is, vagy nálad, vagy a családban. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!